Sziasztok, sziasztok, velem Gábor Lázs, és most a CES-en vagyunk, ahol egy okos fogunk megnézni a Segway-től, akit a rollerektől már ismerünk, Ninebot név alatt, de most egy kicsit váltunk abba, hogy okosítani is lehet majd a kertünket egy ilyen okos fűnyíróval, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tud ez a kábel nélküli működő okos fűnyíró. Segway a Navimov név alatt már 3 éve bemutatta az első okos fűnyúrjukat, itt látjátok a nevét is, és most 2 olyat mutattak be, aminek már nem kell körbe kábelt rakni. Felismeri magától, hogy van ott egy foci, egy kisgyerek, vagy akár bármi más kikerüli, és persze nem olyan gyorsak ezek a készlékek, hogy azért el kéne tőlük menekülni, de még jó hajk is az új Navimov, 2 is van belőle, méghozzá mind a kettőnek ugyanaz a technika adata, centire, súlyra, meg mindenre, csak 2 aksi méret van benne, attól függően, hogy 500 négyzetméteres a kertetek, vagy akár 1000 négyzetméteres a kertetek. Hogyha még nagyobb négyzetméter, akkor a régi modellt vegyétek meg, és azért halljátok most, hogy a repülőfejtem elrepül, mert persze kint vagyunk, Las Vegasban is már kezd hűvösödni este, és azért nem működik most a készlék, mert tudja, hogyha hideg van, akkor általában nem kell füvet nyerni, van benne egy csomó szenzorpont, ami az éneket kiméri, de most vágjunk bele abba, hogy mit tud pontosan itt a Navimov I110N és az I105N. Azért 105, mert az 500 négyzetméter, a 110, meg 1000 négyzetméter, meg egészen egyszerűen megjegyezni, és folytassuk azzal, hogy 18 cm nagy tárcsája van, tehát olyan nagy méretben fogja vágni a füvet, ahogy említettem, akár 1000 négyzetméterig a nagyobbnál, annál a készléknél olyan nagy az aksi benne, hogy 1,5 óránál töltődik, sőt, elnézést, 120 perc a töltés idője, mert utána 180 percig tud füvet nyerni, tehát akár 3 órán át, és nem annyi simán elég kéne, hogy legyen, hogy egy 1000 négyzetméteres kertet körben nyelja, és amikor kiveszük a dobozból, csak lerakjuk itt ezt a készléket, meg a dokkoló stationjét, nem baj, hogyha kint van egy olyan helyen, ahol ráesik az eső, mert ez teljesen vízhatlan, készlik, de lehet még egy olyan házikót is venni neki, hogy beálljon egy kicsit szárazabb helyre. Aztán bedugjuk az áramba, és amit bedugtuk az áramba, és regisztráltuk az applikációval, mint első felhasználó, már is kezdhetjük a fűnyírást. Na most azért kell beregisztrálni az applikációban, mert ez egy olyan termék, hogyha akkor egészen egyszerűen letilthatjuk, és akkor más nem tudja használni. Sőt, ez egy Wi-Fi-s, Bluetooth-os modell, de mind a kettő készléknek van olyan lehetősége, hogy rakjunk bele egy SIM-kártyát, tehát van egy 4G modul, hogyha akarjuk, hogyha egy olyan helyre rakjuk például, ahol nincs Wi-Fi vagy Bluetooth a közelben, és mégis akarjuk navigálni, akkor ezt így meg lehet oldani, de ez alapból nincs benne a csomagban. Említettem, hogy a fele olyan nagyméretű, vagyis aksival rendelkező 105-ös modell az 90 percig töltődik 0-ról 100-ra, tehát nem 120 perc, hanem 90 perc, de az meg csak 2 óránál tud füvet nyílni, nem 3 óránál. Én nem egészen megfelelőzőnek itt a technika adatok, de érdekes módon mind a kettőnek 10,9 kg a súlya, és a méret is ugyanolyan, de az érdekes, hogy hogy van mind a kettőnek ugyanolyan súlya, és megkérdeztem a segwayeseket, és azt mondták, hogy azért, mert 30 fokos emelkedőn is tud vágni, ami eléggé erős emelkedő lenne, már autóknál ilyen 7-10%-ot kiszoktak kérni, hogyha már kicsit erősebb, és a 30 ezer eléggé durva, amit majd ki is fog próbálni, nem vannak nálam olyan helyek, ahol majd ilyen helyen kell majd füvet nyíljon, hogyha márciusban megjelenik. Lényeg a lényeg, pont ugyanannyi, hogy ne dőljön hátra, amikor egy ilyen helyen van, úgyhogy van benne extra súly, képzeljétek az aljában, hogy ne tudjon csak úgy hátra dőlni. Na, sok minden más nem is akarok róla beszélni, mert majd ki kell próbálni ezt a készléket. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez ennek a Vision és RTK funkciója. A régebbi modellek mindig csak GPS működtek, most ezeknél már vannak benne olyan szenzorok, mint az autóban is, hogy felismer dolgokat, és akkor kikerüli, és tényleg kíváncsi leszek majd, hogy ez hogy fog működni, hogyha majd találtok egy teljes videót is erről a készlékről a csatornámon hamarosan. Addig is ez volt csak egy rövid bemutatója itt a Navimovnak, a I110-nek. További érdekes videókat itt Las Vegasban még találtok a csatornán, úgyhogy iratkozzatok fel, meg TikTokon is, Instagramon, mindenhol más is remélem, hogy majd benéztek. Addig is a nevem Gábor Lázs, legközelebbig, és sziasztok!